Donald Trump ismét szembesítette Európát azzal, hogy mennyire kiszolgáltatott a védelem területén. A konzervatív amerikai politikus egy kampánybeszédében azt mondta, az Egyesült Államoknak nem kellene megvédenie azon NATO tagokat, amelyek nem fordítják a költségvetésük 2%-át a hadseregre. Egy szakértő szerint az ukrajnai háború tovább növelte Európa kiszolgáltatottságát. Szerintem Európának stratégiai képességekre lenne szüksége, például szállítási műholdas tengerészeti kapacitásokra és közös logisztikára is, mondta Mihály Sebastian Csihia, az Európai Politikai Központ elemzője. Az uniós tagállamok védelmi költségei együtt komoly összeget jelentenek, 240 milliárd euróról van szó, ami több mint kétszerese az orosz hadsereg költségvetésének, és megközelíti Kína védelmi kiadásait. Azonban nagy a széttöredezettség. Az Európai Védelmi Ügynökség szerint a tagállamok a védelmi költségek mindössze 20%-át költik közösen is bevethető eszközökre, és fontos lenne a hosszú távú tervekre is figyelni. Rövid távon fel kell tölteni a muníciót, és sürgősen új kapacitásokat kell vásárolni, hosszú távon pedig arra van szükség, hogy a sajtó által emlegetett kapacitások is bővüljenek a döntések által, tette hozzá a szakértő. Trump mondatai után Európában ismét kiújult a vita a védelmi unióról. Ennek a célja nem feltétlenül egy közös hadsereg felállítása lenne, hanem az, hogy az egyes védelmi erők együtt is fel tudjanak lépni. Már történtek lépések ebbe az irányba, például elindult a közös lőszergyártás, és létrejött egy 5000 fős gyorsreagálású egység, amelyet békefenntartó missziókban lehet bevetni világszerte, de ez nem elég. Amikor Európában háború dúl Ukrajna ellen, amikor Oroszország hibrid háborút vív uniós tagállamok ellen, akkor nekünk nem a háború megvívása a feladatunk, hanem az elrettentés, az, hogy ne támadjanak meg bennünket, hanem most mégis mikor kéne nőnie az európai védelmi költségvetésnek, kérdezte Nathalie Loiseau, francia EP képviselő. A francia kormány már bejelentette, hogy uniós kötvényt kellene kibocsájtani azért, hogy a katonai kiadásokat fedezzék.